A járvány idején szükség van arra, hogy közlekedjünk, utazzunk. De hogyan csökkentetjük a fertőzés veszélyt? Mit tehetünk mi vasútvállalat, és mit tehetnek önök utasok? Csak néhány egyszerű szabályt érdemes betartani, de ezekkel jelentős eredményeket érhetünk el. Tegyünk együtt azért, hogy a járvány mi hamarabb véget érjen. A MÁFÉ folyamatosan fertőtleníti a vonatokat, mind az utasteret, mind a vezetőállást. Nagy erőkkel igyekszünk minél tisztában tartani az állomásokat, megállóhelyeket is. Mindent megteszünk, hogy a hévek fedélzete, az utastér tiszta és lehetőség szerint vírusmentes legyen. Önöktől kérjük, hogy már a perorra lépés előtt készítsék elő, helyezzék a kezük ügyébe jegyüket vagy bérletüket, így könnyen fel tudják azt mutatni, nem lesz tömörülés, vita, kisebb a fertőzés veszély. A HÉV járművezető kollégáink figyelik az utasok mozgását az ajtóknál, senki nem marad le, nem kell tömörülni, tolakodni. Ne csak a vonaton, hanem felszállás közben is figyeljünk a másfél méteres távolság megtartására. Amennyiben lehetséges, próbáljanak egyenletesen elosztani a kocsikban, ez is csökkenti a fertőzés veszélyt. Ne feledjék, egy HÉV-nek legalább 9 ajtaja van. Kérjük saját és utastársaink egészsége érdekében, mind az állomások területén, mind a járművek fedélzetén viseljenek maszkot úgy, hogy a maszk folyamatosan takarja az orrot és a száját. Most különösen fontos, hogy az étkezést és italfogyasztást mellőzzék az utazás idején. Enni és inni az utazási feltételekben foglaltak szerint tilos, hiszen más utasok ruháját is könnyen beszennyezheti, ráadásul olyankor a maszkot is le kell venniük. A nehéz időkben fokozottan figyeljünk a hévonatok fedélzetén a tisztaságra, az ülést csak ülésre használjuk, a lábunkat véletlenül se tegyük fel. A cipők talpán sajnos rengeteg a kórokozó, a sáros piszkos foltokat senki sem szereti. Fontos számunkra az önök és kollégáink egészsége, szeretnénk, hogy bízhassanak bennünk. Szeretnénk, hogy minél többen válasszanak minket, és minél hamarabb úgy köszönhessük utasainkat a fedélzeten, hogy nem kell rettegni attól, hogy saját vagy mások egészsége kerülhet veszélybe egy egyszerű utazás során. A járvány megállítása közös érdekünk, kölcsönösen együtt kell tennünk érte. Vigyázzunk egymásra!